Kapok lehetőségeket 19-be és felnőttbe játszani. Többször játszottam felnőttbe és 19-ben is. Az egyéni edzések nagyon intenzívek és aktívak tudnak lenni. Sok plusz tudott adni nekem a mérkőzésekhez. Nagyon sok kapura lövést csinálunk, technikai dolgok vannak, és szerintem a hangulat is jó az egyéni edzéseken. Hogy jött az a gondolat, hogy te labdarúgó szeretnél lenni? Hát a családunkban mindenki a focival foglalkozik, nagymamám, nagypapám, az összes nagybátyám, és hát fiúk közt fociztam nagyon sok ideig, és akkor így jött az ötlet, hogy átigazolok egy lánycsapatba, és így jött az Újpest, jöttem egy próbajátékra, és felvettek. Szerencsére van több kiemelkedő játékosunk is. Az U16-os csapatba többen játszanak már fel a 19-be, illetve a felnőtt csapatba is. Van válogatott játékosunk, aki már megmérettette magát az U16-os válogatottba. Pál Andrának hívják, 2003-as születésű lány. Mostanában egyre több lehetőséget kap a felnőttben is, rá büszkék vagyunk. Rajta kívül van még egy 2005-ös lány, az U15-ös válogatottnak a keleti régiójában van még. Egyelőre még a szűkítés nem történt meg, de reménykedünk, hogy ő is minél tovább fog jutni. Csapatedzés előtt szoktunk tartani egy 25-30 perces egyéni képzést. 4-5 lányjal szoktunk egyszerre együtt dolgozni. Ez arról szól, hogy még egy csapatedzésen maximum 100 labdaérintése van egy játékosnak, addig egy egyéni képzésen ez legalább az ötszöröse, tehát egy 500-600 darab érintést is el tudunk érni. Azt látom a lányokon, hogy akikkel már többször tudtunk foglalkozni, hogy óriási fejlődésen tudnak átmenni, tehát itt jobban oda tudunk figyelni egy átvételre, egy kapuralövésre, a mozgásokra, mert nem csak technikai, hanem taktikai dolgokat is gyakorolunk, illetve mondunk ilyenkor a játékosoknak. Miért pont az Újpest FC-re esett a választásod? Hát a családom alapból Újpest szurkoló, és régen, amikor tornáztam, akkor is Újpestben voltam, és közel is van, szóval... Milyen érzés az Újpest címerével ellátott mezt minden héten magadra ölteni? Nagyon jó érzés, nagyon szeretek ide járni, meccseket is nagyon szeretem, edzéseket is, jó hangulat. Az Újpest FC utánpótlását. Az Újpest FC-t azon játékosoknak ajánlanom, akik szeretnének egy jó közeghez tartozni, az újpesti családhoz, illetve erős ellenfelekkel szeretnének megbirkózni. Az edzői gárda, én úgy veszem észre, hogy kiváló, mind szakmailag, mind emberileg. Próbáljuk az egyéneket minél inkább fejleszteni, tehát itt nem csak csapatba gondolkozunk, hanem hogyha van egy olyan játékosunk, akit előrébb tartunk, érezzük, hogy előrébb tart, akkor ő megkapja a lehetőséget az idősebb korosztályban való részvételre, akár edzésen, akár bajnokin.